Egerben is gombamód növekedik az újépítésű ingatlanok száma. Persze nem lenne ez így, ha nem lenne rá kereslet is. Még a régebbi felsővárosi lakások ára is jelentősen emelkedett az utóbbi években, és ennek nem szabott gátat a koronavírus okozta gazdasági válság sem. Németországon, Svájcban kifejezetten magas a bérelt ingatlanosoknak az arányot. Hazánkban viszont inkább szeretik saját tulajdonú ingatlanba fektetni pénzüket az emberek, mint hogy a bankban tartanák. A Covid hullámok alatt sokan utazás helyett vidéki házak vásárlására költötték pénzüket, Baranyai József szerint, aki elmondta, ebben közrejátszott a kormány által bevezetett megannyi támogatási forma is a babaváró hiteltől a csokig. Rengeteg az újépítésű ingatlan, tehát az elmúlt két év óta kétet figyelembe véve jelentős az újépítési ingatlanoknak a száma, tehát emelkedik, az ára is. Sokkal jobb minőségű lakások épülnek magasabb műszaki tartalommal, de az építőanyagárak, a munkaerő, tehát a lakás építés költsége is jelentősen megemelkedett. Ez fogja vinni az ingatlanok árát is. A szakember hozzátette, az utóbbi 2-3 évben rendkívüli módon keresettek a vidéki ingatlanok. A falvak igen népszerűek, ennek megfelelően ezek a házak is drágulnak, igaz, nem olyan mértékben, mint a városi frekventált helyen lévő újépítésű lakások.